Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Több ukrán várost is bombáztak az oroszok, Biden háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyint. Már 450 ezer menekült érkezett Magyarországra, a miniszterelnök újabb hullámra számít. És országszerte folytatódott a tanársztrájk, a szaktárca szerint a pedagógusoknak alig 6-7%-a tiltakozott. Az éjszaka folytatott az orosz tüzérségi támadás több ukrán város ellen, közben Ausztrália és Japán is szankciókat vezetett be Oroszországgal és a milliárdosaival szemben. Canberra emellett 11 bankot és kormányzati szervezetet is tilalmi listájára vett, írja a BBC. A brit védelmi minisztérium azt közölte, hogy élelmiszerhiány nehezíti az Ukrajnában harcoló orosz csapatok előretörését, írta meg a hvg.hu. Legutóbbi hírszerzési jelentésükben azt írták, hogy az orosz erők logisztikai gondokkal küzdenek, nem tudják ellátni az előretolt csapatokat, még alapvető élelmiszerekkel sem, és fogytán az üzemanyagok. Az oroszok életét megkeserítik az utánpótlási vonalakat érintő szüntelen ukrán ellentámadások, közben élelmiszerhiány is kialakult több ostromlott ukrán városban. A Vöröskereszt vezetője arra szólította fel a katonákat, hogy engedjék meg a segélyszállítmányok bejutását az ostromlott Mariupolba. A legfrissebb felvételek tanúsága szerint a városból kifelé hosszú sorokban várakoztak az autók. Az ukrán kormány tájékoztatása szerint végül 9 humanitárius folyosó megnyitásáról született megállapodás. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök legutóbb egy kijevi kórházban járt, ahol meglátogatta azokat, akik a rakétatámadásokban sebesültek meg a városban. Harmadik hete tart az orosz hadsereg inváziója Ukrajnában. A Csernyihivi támadásnak már több mint 50 halálos áldozata van, miután bomba csapódott az épületbe, az emberek éppen kenyérért álltak sorban. Az amerikai elnök közben háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyint. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig továbbra is fegyvereket, illetve egy repülés tilalmi zóna bevezetését kéri a nyugati országoktól. Egy ember életét vesztette és hárman megsebesültek, miután egy lelőtt rakéta eltalált egy lakóépületet Kijevben. Lángolt egy piac és raktár épülete a kelet-ukrajnai Harkivban. Itt hárman haltak meg és 5-en megsebesültek a rakétatámadások következtében. Egy iskola épülete is megsérült a támadás során. Ukrán beszámolók szerint az orosz erők a mariupoli színház épületét is lebombázták. Egy ukrán parlamenti képviselő tájékoztatása szerint azonban az épület óvóhelye kibírta a támadást. Így elmondása szerint az ide menekülők többsége túlélte a támadást, akik főleg nők és gyermekek voltak. Az orosz külügyminisztérium szóvivője viszont azt állította, hogy az orosz erők nem bombázták le a színház épületét, az erről készült képeket hamisítványnak nevezte. Az ukrán elnök viszont Leningrád ostromához hasonlította Mariupol bombázását, viszont azt is közölte, hogy a városból 6000 embert, köztük 2000 gyereket tudtak kimenekíteni. Arról is tájékoztatott, hogy folytatódnak a béketárgyalások. Ahhoz, hogy békét tudjunk kötni, az ukrán delegáció továbbra is tárgyal az orosz delegációval. Ezek során a céljaink világosak. A háború végét, biztonsági garanciákat és szuverenitást, az ország területi integritásának a helyreállítását és valódi védelmet követelünk. Dicsőség a hősöknek, dicsőség Ukrajnának, mondta Volodymyr Zelenszkij. Eközben az ukrán nemzeti gárdának Azovi brigádja felvételt tett közé az ostromlott Mariupolból. A tájékoztatásuk szerint a felvételen az látható, ahogy támadják a városba belépő egyik orosz tankot. Az amerikai elnök további 800 millió dolláros katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára. Ennek keretében 800 légvédelmi rendszert, 9000 páncéltörő fegyvert, drónokat és 7000 más fegyvert, köztük géppuskákat és gránátvetőket adnak az országnak. Ismét élek az elnöki hatalmammal, hogy további biztonsági segítséget küldjünk Ukrajnának, amellyel ellen tudnak állni az orosz előretörésnek. Az újabb 800 millió dolláros segítséggel az Ukrajnának küldött amerikai katonai segítség csak ezen a héten elérte az 1 milliárd dollárt, jelentette be az amerikai elnök. És ez volt az a pillanat, amikor Joe Biden háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyint. Azonban az Egyesült Államok és a NATO továbbra sem vezet be repüléstilalmi zónát Ukrajna felett, ugyanis úgy vélik, hogy az a harmadik világháború kirobbanásához vezethet.
Olaf Scholz német kancellár kijelentette, hogy országa kiáll Ukrajna mellett, és katonai felszerelésekkel is segíti a pénzügyi és humanitárius támogatás mellett. Azonban hangsúlyozta, hogy a NATO nem lép be a háborúba. Orbán Viktor miniszterelnök 3 napra az ország keleti határainak közelébe költözött. Éjjel a Csenger-Simai román-magyar határátkelőre látogatott, ahol egy ukrán családnak ő maga adta át az itt tartózkodáshoz szükséges iratokat. Közben az is látszik, hogy napok óta folyamatosan csökken az érkező menekültek száma. Sokan vannak Kárpátalja határához közeli településeken, akik egyelőre nem akarnak átjönni, de ha megindulnak, akkor az első napokhoz hasonló tömegre is lehet számítani. A keleti határ közelében tölt 3 napot Orbán Viktor, a miniszterelnök erről közösségi oldalán számolt be. A videó szerint éjszaka a magyar-román határa látogatott. Csenger-Simai határátkelőnél vagyunk. Ez itt a magyar-román határ. Itt is érkeznek Magyarországra menekültek, ukrán menekültek, akik Románián keresztül közelítik meg Magyarországot. Orbán Viktor egy éjjel érkezett ukrán családdal is beszélgetett, nekik személyesen adta át az okmányait. És hova mennek? Kudavi hídete. Olaszország. Ó, oh. De azt kérdezte, hogy Orbán Viktor, hogy esetleg mondja. Se prezident, harsini. Azt mondja, nagyon örvend. Örülök, hogy látom. Sok sikert kívánok maguknak. Orbán Viktor a videóban arról is beszélt, hogy Csenger-Simán több ezren érkeznek naponta autókkal, ahol a jövő hétre egy nagyobb hullámot várnak. Ezért megerősítik a Csenger-Simai határátkelőt, hogy tudják kezelni az érkező tömeget. Ezeket a felvételeket délelőtt az ukrán határon Tiszabecsen készítettük. A többi átkelőhöz hasonlóan itt is jelentősen csökkent az érkező menekültek száma. Akik most jönnek, azok már a háborúból érkeznek. Ez a férfi 2 hete indult Harkivból. 24-én elindult a háború, meséli ez a férfi. Már aznap találatot kapott a panelház, ahol laktunk. Otthon voltunk, nagyon megijedtünk. Egyfolytában jártak a repülők, robbantak a bombák. Egy napot vártunk, aztán összepakoltuk a legszükségesebb dolgainkat, és másnap elindultunk. Az érkezőket a háború kitörése óta segítők várják a határon. Nehéz, mert sorsokkal foglalkozunk. Tehát megtört emberek jönnek. Mivel foglalkozunk? Mindennel, amit lehet, látjuk, hogy segíteni lehet. Takarítástól kezdve, sofőrködésen, tejosztáson, válveregetéssel, gyöleléssel. Nagyon jó az együttműködés a tiszabecsi polgárokkal, illetve azokkal az önkéntesekkel, akik segíteni érkeznek. Az első néhány napban 2-3 ezer menekülő is érkezett erre a pontra, ahol meleg étellel, hideg étellel, innivalóval, ha szükséges, akkor egy éjszakai, 2 éjszakai szállással tudjuk fogadni a menekülőket. Tiszabecsről az ideérkezőket autóbuszokkal viszik tovább. A legtöbben Budapest felé tartanak, és onnan folytatják az útjukat Nyugat-Európa felé. A kisvárdai kórházat jelölték ki az esetleges sebesült és beteg menekültek ellátására. Ezt mondta a magyar miniszterelnök a Facebookra feltöltött videójában. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy a személyzet felkészült a megnövekedett számú bajba jutottak ellátására. A kormányfő más intézményeket is meglátogatott. Úgy látom, hogy a mai napon átlépi a 450 ezret a Magyarországra érkezett menekültek száma. Pintér Sándor belügyminiszter úrral végigjártuk azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófa védelmi intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a menekültek ellátásába. Azt látom, hogy a koordináció jól működik. A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált elhelyezésére is, ellátására is képesek vagyunk. Nem indul a június 18-án kezdődő budapesti vizes VB-n Németország, ha részt vehetnek a versenyen orosz és belarusz sportolók is. A Német Úszószövetség már a Nemzetközi Szövetséghez is fordult emiatt, és korábban Svájc is bojkottot jelentett be. A FINA ugyanis más nemzetközi sportszövetségektől eltérően nem zárta ki az orosz és fehér orosz sportolókat. Mindössze annyit szankcionáltak, hogy nem használhatják az országuk zászlaját. Az úszószövetség azzal indokolta a bojkott elmaradását, hogy nem ért egyet a kollektív büntetéssel. Nem indul el idén az Európai űrügynökség Mars szondája, erről határozott az Európai űrügynökség. A döntés oka az ukrajnai háború. A küldetéshez ugyanis Oroszország biztosította volna a hordozó rakétát és a marsi leszállóegységet. Az ExoMars misszió egy marsjárót juttatott volna a vörös bolygó felszínére.
Egyelőre nem tudni, hogy a most megszavazott halasztás mennyi időre veti vissza az európai országok marsutatási programját. Itthon a plafonon van a Fidesz szavazótábora, így fogalmazott az IDEA intézet kutatási igazgatója, miután a biztos pártválasztó körében 50%-ra nőtt a kormánypártok népszerűsége. Közben a Publikus intézet felmérése szerint a fideszes szavazóknak csaknem egynegyede Ukrajnát hibasztatja a háború miatt. Ennek kapcsán a stratégiai igazgató azt mondta a Híradónknak, a kormány sokat tett azért, hogy a szavazóik pozitívan gondoljanak Oroszországra. Kenőpénz elfogadásával vádolt miniszterhelyettes. Szágoldó infláció és dráguló élet. Akadozó üzemanyagellátás. Úgy tűnik, az IDEA intézet felmérése szerint semmi nem töri meg a regnáló kormány népszerűségét. Igaz, az orosz-ukrán háború óta mindkét nagy politikai tömb erősödött. A teljes népességben ugyan zárult az olló a két nagy tömb között. A biztos pártválasztóknál viszont nőtt a Fidesz-KDNP előnye. 50%-ot kapna a listájuk, ha vasárnap lennének a választások, míg az Egységben Magyarország pártszövetségi 43%-ot. Tulajdonképpen a plafonon van a Fidesz szavazótábora, ennél több aktív szavazója valószínűleg nem lesz már áprilisig. Önmagába véve is nagy mobilizációs kihívás ennyi embernek az együttes egyre való mozgatása, de valóban az ellenzéknek mind számszerűleg, mind pedig aktivitásában ebben a következő 19 napban erősödnie kell még. Közben a Publikus intézet kutatása rámutat, érdemben nem rontotta a háború az Orbán kormány megítélését. A felmérés szerint a többség agressziónak véli Ukrajna megtámadását. A kormánypárti szavazók negyede azonban úgy tartja, az orosz invázió hátterében inkább a védekezés játszott szerepet. Az intézet igazgatója szerint a kormány sokat tett, hogy szavazóik pozitívan ítéljék meg Oroszországot. És úgy tűnik, hogy ezt a megítélést érdemben nem befolyásolja egyeseknél az sem, hogy Oroszország agresszorként lép fel a háborúban, sőt úgy alakítják az ő saját megítélésüket, hogy Oroszországot nem tekintik egy ilyen helyzetben agresszornak. Lánci Tamás politológus szerint nem most van itt az ideje, hogy a politika eldöntse, Oroszország megelőző csapás mérte Ukrajnára. Most egész egyszerűen kampányban vagyunk, és a kormánypártok a kampánnyal foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet megnyerni az április 3-ai választást. Nyilván minden idegszárukkal erre koncentrálnak, és a háborúnak ez a fajta értelmiségi értelmezése vagy megközelítése, erre én azt gondolom, hogy helyesen nem fordítanak energiát. Lánci Tamás szerint a háború lehet az oka, hogy a bizonytalanok egy része viszonylag későn választott pártot magának. Tisztességes elszámolást fognak kapni a devizaadósok, ezt Szakács László mondta sajtótájékoztatóján. A DK képviselőjelöltje úgy véli, az Orbán kormány ölvetett kézzel nézi, ahogy tízezrek vesztik el otthonukat a devizahitel miatt, miközben úgy állítják be magukat, mintha megmentenék őket. Szakács hangsúlyozta, a kormányváltás után tiszta jogi helyzetet akarnak teremteni, a felülvizsgálatig pedig minden végrehajtást fel kell függeszteni. Látjuk, hogy most akkora a kapzsiság a bankok, illetve a követeléskezelők részéről, hogy még akkor is követelnek az adósoktól pénzt, amikor már elvették az otthonukat, a lakásukat, az ingatlanjukat. Ezen a szemléletmódon változtatni kell, és felül kell vizsgálni minden egyes végrehajtást, és tiszta jogi helyzetet kell teremteni mindenki számára. ...1503 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt napon Magyarországon, és 64 beteg elhunyt, így a világjárvány során eddig már csak nem 45 ezer magyar vesztette életét. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek száma pedig 109 ezer alatt van. 2287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma csak nem 6 millió 400 ezer fő. Jelentősen megnőtt a vendégészakák száma, de még így is elmarad a járvány előtti szinttől. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb a turizmus alakulásáról közölt adataiból. Ezekből egyebek mellett kiderül az is, hogy tavaly januárhoz képest 5,5-szeresére nőtt, 2019. januárjához, vagyis a járvány előtti időszakhoz mérten azonban 38%-kal csökkent a vendégészakák száma. 2022. januárjában az 1 milliót sem érte el a szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma, írja a KSH.
Több tucat iskola csatlakozott a pedagógus sztrájkhoz csütörtökön, sőt már olyan intézmények is vannak, ahol bejelentették, egész héten tiltakozni fognak. A szaktárca szerint viszont a tegnapi részvételi aránya előző napi aktivitás felét sem érte el. Azt írták híradónknak, csupán a pedagógusok 6-7%-a tiltakozott. Hegyekben állnak a ruhák, a tartós élelmiszerek és útra készek már a szendvicsek is a budaörsi Íj és Gyula gimnáziumban. A sztrájkhoz csatlakozó 47 pedagógus a tiltakozás napján szendvics készítéssel indította a napot. És most, amikor véget ér a sztrájk, akkor visszük ki a menekülteknek keleti pályaudvarba. És a gyerekek is szerveztek a menekülteknek gyűjtést, ők pedig ugye mindenki behozta a maga kis dolgát kis táskájába, és a kollégáimmal ezt ma szortíroztuk. Itt a budaörsi gimnáziumban pénteken is folytatják a sztrájkot, de egész hetes a tiltakozás a budapesti Berzsenyi Dániel gimnáziumban és a Németh László gimnáziumban is, illetve Sopron, Zebegény és környe egyes intézményeiben is. Volt olyan iskola, ahol a gyerekek többsége csütörtökön sem jelent meg. Az Apáczai gimnáziumban a 650 diák kevesebb, mint fele, egy pestújhelyi általános iskolában pedig csak minden harmadik gyerek ment be az órákra. Mintegy 15 ezer, valamivel kevesebb, mint 15 ezer pedagógus vett részt a sztrájkban. Ez 12-13%-os részvételi arányt jelent. A PDS szerint valójában a pedagógusok több mint 30%-a, nagyjából 38 ezer tanár vett részt a szerdai sztrájkban. Szerintem most ma talán lehet, hogy még többen beleállnak a sztrájkba, mert nagyon sokan intézményvezetők az első napra koncentráltak, és addigra írtak elő rendkívüli szünetet, illetve tanítás nélküli munkanapot, amivel gyakorlatilag láthatatlanná teszik a sztrájkot. A szaktárca híradónkkal azt közölte, a sztrájk aktivitása csütörtökön a szerdai nap felét sem ért el, csupán a pedagógusok 6-7%-a tiltakozott. A kormány kéri a szakszervezeteket, hogy fontolják meg a sztrájk felfüggesztését. A szerdai mintegy 2000 fős diáktüntetést workshopok követték csütörtökön. Az Amnesty International a CEUN várta a sztrájkoló tanárok diákjait. A gyerekek emberjogi foglalkozásokon vehettek részt. A mai eseménnyel az a célunk, hogy példát mutassunk nekik, és hogy inspiráljuk őket arra, hogy álljanak ki a pedagógusok mellett. Pénteken a diákok civil csoportja egy osztálytermet rendez be a parlament előtt, ahol az Amnesty International, a Menhely Alapítvány és a Greenpeace is órákat tart a diákoknak. Kövér László egyetért a pedagógusok követeléseivel. Ez abból a beszédből derült ki, amelyet a házelnök egy lakossági fórumon tartott Nagy István agrárminiszterrel Moson-Magyaróváron. Kövér arról beszélt, hogy emelni kell a pedagógusok bérét, és mint fogalmazott, ebben az értelemben egyetértenek a tanárok követeléseivel. Hozzátette, remélik, hogy lesz módjuk és érkezésük foglalkozni újra a pedagógusok fizetésével és jövedelmével. Korábban egyébként Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta, hogy jogosak a tanárok követelései, ugyanakkor bírálta a sztrájkot. Soha senkitől nem kért vagy kapott pénzt, befolyásával nem üzérkedett, az alaptalan vádakat visszautasítja. Ez szerepel a korrupciós ügyjel megjavosított MSZP-s Horváth Csaba vallomásában, melyet az Egyenes beszédben is ismertetett. Az zuglói polgármester azt állítja, hogy a ránézve terhelő vallomást tett Fuzik Zsolt hamisan tanúskodott. Azt azonban elismerte, hogy Fuzik korábban információkkal segítette őt politikai ellenfeleivel kapcsolatban. Az ellene felhozott vádak célja szerinte az ellenzéki választópolgárok elbizonytalanítása, mondta Horváth Csaba. Ezek mind-mind azt a hamis képet erősíthetik a választóinkba, hogy na, hát tulajdonképpen ezek is ugyanolyanok, hiába ez a magyar történelem legkorruptabb kormánya, ahogy Donát Anna is elmondta, hiába tudjuk, hogy egyébként milyen milliárdos visszaélések történnek naponta, a Fidesznek egyetlen egy célja van, hogy összemosni, összekeverni mindent mindennel, és azt mondja, hát tulajdonképpen ezek se jobbak, mint mi, akkor hagyj maradjunk mi. A Balaton vízszintjére is kihat a hetek óta tartó szárazság. A tó szintje még ebben a hűvös időszakban is hetente 1 centiméterrel csökken. Ahogy melegszik az idő, ugye a párolgás mértéke is növekszik. A nyári időszakban akár naponta is eltűnhet majd a tóból 1-1 centiméternyi. Márpedig ennyi vizet pótolni sehonnan sem lehet. Itt csak abban lehet bízni, hogy esősre fordul a tavasz időjárás.
A Fonyódi kikötőben levő vízmércén a szint már alig éri el a 100 cm-t, ami az ilyenkor ideálisnak mondható 110 centis vízálláshoz képest nagyon alacsony. A nyári maximum szint egyébként 120 cm, azt nehéz lesz elérni, ha csak esőse nem fordul az idő. Nagyon-nagyon kevés a csapadék, ugye az előrejelzéshez egy kicsit vissza kell néznünk. A 2021-es évben a Balaton vízgyűjtő területében az éves csapadék átlagnak kb. A 30%-a hiányzott, tehát annyival kevesebb csapadék hullott a vízgyűjtő területre. Ez a helyzet gyakorlatilag fokozódott januárban és februárban. A kikötőben álló oszlopokon, de a parti részeken is jól látszik, hogy mennyivel lejjebb van a víz a szokottnál. A helyzeten nem javított a márciusi időjárás sem, hiszen ebben a hónapban eddig 2 mm csapadék hullott összesen. Főleg ugye a nyári időszakot nagyon várjuk, és hát nagyon szeretnénk, hogyha esne az eső, ugye ez lenne a lényeg, hogy minél több víz legyen a Balatonban, a tisztasága miatt is. A Balatoni Szövetség elnöke szerint az időjáráson múlik, hogy javul-e a helyzet. Szerinte fel kell készülni arra, hogy az idei szezonban alacsony lesz a vízszintje. Nem lesz meg az a vízmennyiség, ami szükséges ahhoz, hogy tulajdonképpen az egész szezont végig tudjuk csinálni, mert hisz a párolgással tulajdonképpen a vízvesztés az felgyorsul a nyári időszakban. Így én azt gondolom, hogy be kell rendezkednünk nekünk erre. Megjósolhatatlan, hogy mennyi víz lesz a Balatonban, de a szakemberek szerint arra is megoldást kell találni, hogy az alacsony vízszinttel együtt jelentkező algásodást és más problémákat miként lehet megelőzni. Idén 70. alkalommal hirdették ki a Miss World szépségverseny győztesét. A 23-es lengyel Karolina Bieblerskát koronázták szépségkirálynővé. Dobogós helyezést ért el az amerikai és az elefántcsont parti versenyző is. A Puerto Rico-ban rendezett gálát eredetileg decemberben tartották volna, de a koronavírus járvány kitörése miatt el kellett halasztani. Híradónk után ma is a start következik, természetesen Holló Mártával várjuk Önöket, akitől mindjárt megtudjuk, kik lesznek első vendégek. Szervusz Márti! Szervusz Tamás, jó reggelt kívánok! Tordai Bence és Tompos Márton lesz az első két politikus vendégünk. Velük a napi aktualitásokat fogjuk átbeszélni, természetesen szó lesz a tanársztrájkról, szó lesz arról, hogy a miniszterelnök jelölti vita ugye el fog maradni, legalábbis Tordai Bencének volt egy videója, ami egyértelművé tette, hogy Orbán Viktor nem kíván vitába bocsátkozni Márki-Zay Péterrel. És a háborúval kapcsolatos álhírekkel szemben is harcol a Momentum. Miért mondom ezt így kiemelten? Mert összefügghet ez a történet azzal, hogy a magyaroknak, ahogy hallható volt a híradóban is, mindössze a 64%-a tartja agressziónak az orosz-ukrán háborút, illetve Ukrajna megszállását. Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója lesz itt, aki azt is elmondja, hogy fideszeseknek a negyede Ukrajnát hibáztatja a háborúért. Aztán érkezik hozzánk Dobrev Klára. Nagyon fontos kérdés. Kérdéseket fogunk vele átbeszélni, leginkább az, hogy úgy tűnik, hogy mégsem kötik jogállamisági normákhoz, feltételekhez az uniós pénzeknek a kifizetését, átmenetileg legalábbis a háborúra való tekintettel felfüggesztik ezt a korlátozást. Mit jelent ez az ellenzéknek? Aztán beszélgetünk a vasas szakszervezetek alelnökével, mert bajban van az autóipar, az ukrajnai helyzet miatt sok alkatrészt nem tudnak beszállítani, ez aztán kihat az európai autógyártásra is egyértelműen. És érkezünk hozzánk Köves Lomó, a Magyar Zsidó Szövetségnek a rabja is, hiszen 2 tonna élelmiszert vittek Ukrajnába, folyamatosan támogatják a menekülteket, illetve bajba jutottakat. Ezek a témák röviden, dióhéjban, de mindjárt hosszasabban is elmondjuk majd együtt. Így lesz, köszönöm Márti, köszönjük a nézők nevében is, akik reméljük kitartanak velünk egészen 8:30-ig, mert hogy addig tart majd a start, illetve a start plusz közben 7 órakor még láthatnak majd friss híreket. Itt a híradóban is kérem tartsanak ki. Kezdjék velünk a hét utolsó munkanapját is.